Milyen oszka nem mennék? Na! Így van. Én vagyok az. Szervus, Zsolt, én Szilvi vagyok. Én indulok csak velem. Így van. Jaj, az mindig csak velem vagyok. Igen? Na, hát akkor üzenem neki, hogy leaszfaltozzuk az egész Dunát. Kubacsi hídat megszüntetjük. Csinálunk egy Zambogyi műemlékparkolót. Legyen már jó vicc! Életben miért ilyen komoly mindenki? De hogyha meggondolja, a hímkutyának két farka van. A hímkutyának két farka van, hogyha jobban belegondolunk. Köszönjük szépen az aláírás! Nagyon szívesen! Majd még holnap is megyek! Mondja, a Veronika arra ébredt, aki már közben beköltözött az irodába, hogy csőtörésben eláztak a matricáit. Úgyhogy ezért nincs matrica annyi helyszínen, mert a csőtörés miatt eláztak, viszont a dugulás elhárító fiú, ő írt alá nekünk, ami király, meg a kajafutár is írt alá nekünk, aki teljesen megoldhatva, hogy ez a központja a két farkú kutyapártnak, meg a házi orvosok, családok, barátok, ismerősök, mindenki dől oda a főadiszállásra aláírni. Pontást is csináltam bele a aláíró. Jó, nagyon jó, be. Nagyon jó, remek. Több rontásra lenne szükségünk. Hogy? Ráér most, de most stép dolgozik. Ráér. Akkor mondok egy viccet addig, hogy 10 paradicsom megy a sivatagban, és egyszer csak megállnak, és kérdezi a... Ismered? Nem, amúgy aláírni jöttem nektek, mert én se értek egyet ezzel, hogy legyen ez az atomerőmű. És csak majd kérdezni szeretnék az LMP politikájáról, jó, mielőtt, hogy mi a hozzáállásotok ezekhez a sok szóvichez, ami manapság sajtóban megjelenik. A maximálisan támogatjuk a szóvicek részvételét a politikában, hiszen a részvétel a három alapelvünk közül az egyik, úgyhogy... Igen, hogy a szóvicek is vegyenek részt, mert szóvicek mi pont azon gondolkodtunk, hogy talán a favicceket meg a szóvicceket mitet tiltanánk egyébként. A szóvicekhez például hogy álltok? Hogy mi a párt politikája ezzel kapcsolatban? Szerintem szóvicceket hagynák jelenlegi állapotában. Hagynátok? Mert minket kicsit kezd irítálni, hogy túl sok a szóvicc ilyen, mint meg a favicek is, tudod? Tehát, hogy a humoron belül is vannak olyan területek, ami így annyira nem. Akinek tetszik, akinek nem. Ha csináltok volna egy népszavazás kezdeményezést, akkor hogy támogatni fogjuk. Tényleg? Hogyha egy ilyen kezdeményezést... Legalábbis én biztos a pártnak nincs. Értem, tehát te támogatnád, hogy betiltsuk a szóvicceket? Nem, én azt támogatnám, hogy döntsön róla a nép. Hogy a nép döntsön. Igen. Kérdezzetek közbe? Igen. Hogyha bekerültek a parlamentbe, mi lesz? Na, ez gyakran feltett kérdés, de több dolog van. Szóval az, hogy mi bekerüljünk tényleg a parlamentbe, ennek viszonylag kicsi a valós esélye. Tehát van egy kis esély, de azért nem abból indulunk ki. És ezért ezen nem is szoktunk annyira gondolkodni. De viszont arra van esély, hogy 1%-ot elérünk, ami a parlamentbe jutáshoz nem elég, de a pártámogatáshoz, ami évi 100 millió forint, ahhoz viszont igen. És 100 millió forint évente? Képzeld el! Te ezt tudtad, hogy azok a pártok, a LMP, a Együtt, a PM, a nem tudom, olyan sok van, hogy nem is tudom a nevüket, de ezek a nagyon picik is évi 100-150 millió forintból gazdálkodtak eddig. 4 éven át, az ugye 4 év alatt az 400 millió, az durva, nem? Például ezt az ellenkampányt, a gyűlöletkampányra, azt a kutyapárt csinálta 30 millióból, amit ti adtatok, tehát azt igazából mi dobtuk össze, ezek a pártok meg a 400-ból nem tudtak reagálni egyik se. Tudod, ez hogy lehet-e? Hát igen, ez jó. Ez hogy lehet? Szóval mi azt találtuk ki válaszolva a kérdésedre, és mi ezt fogjuk csinálni, ha bejutunk, hogy azt a pénzt, amit a többi párt elkölt működésre, meg ilyen nagyon durva fizetésekre, azt mi visszatesszük a rendszerbe. És ilyen társadalmi célunk. Na de kanyörgöm, mi lenne a célja egyébként a politikának, hanem társadalmi cél? Támogatom, mert ennek van értelme.